Nagy sikert aratott a Mihail Glinka Zeneművészeti Iskola növendékeinek táncbemutatója. A 8 éves tehetséges táncosok a desznogorszki delegációval érkeztek testvérvárosi látogatásra Gerjenbe. A két település 2015-ben írta alá az együttműködésről szóló szerződést. Két város közötti kapcsolatok nagy fejlődést sem vannak már túl, és ez elmondható mind a műszaki, technikai részletekre, illetve a kulturális részletekre, és elmondható általánosságban, hogy a két város közötti kapcsolat az nagyon jó irányba fejlődik. Februárban Gerjenben írták alá az idei találkozókról szóló éves programtervet, a záró alkalom házigazdája és a Paks melletti település. Tartalmas évet zárunk, tájékoztatott Romhányi Károly polgármester. Gerjeni általános iskolás gyerekeket juttattunk ki egy kinti kiműtud rendezvényre az idei évnek az elején. Egy ilyen kis néptánc bemutatót tartottak a gyerekek, azt mondom, hogy óriási sikerrel, nagyon nagy szeretettel fogadtak minket. Ezt követte a testvértelepülési rockzenekar látogatott el hozzánk a Gerjeni Dunarok találkozóra, ott felléptek, azt mondom, hogy szintén nagy sikerük volt, úgyhogy egy nagyon jó egy hetet töltöttünk el velük, majd szeptemberben látogattunk el a testvértelepülésre a városnapjára, ezt összekapcsoltuk egy üzleti fórummal, illetve Szmolenszk két üzleti fórumot tartottunk, az egyik egy testvértelepülésen történt, a másik pedig Szmolenszk megye vezetőivel tartottunk egy üzleti fórumot, itt gerjeni vállalkozókat tudtunk kijuttatni, és a kölcsönös kapcsolatépítés, üzleti lehetőségek keresése volt az elsődleges cél. A mostani látogatásnak is része egy üzleti fórum, ahol ismét a bővítés kerül fókuszba. Készültünk erre az időpontra, meg erre az eseményre, hogy így közelít most már gyakorlatilag a Paks 2 projekt, de azt mondhatom, hogy így a küszöbén gyakorlatilag tényleg egy új megvilágításba kerül a mi üzleti fórumunk is. Nyilván folyamatosan keressük a lehetőségeket, hát most például kintről egy építkezési vállalkozó jelentkezett hozzánk, hogy adott esetben szívesen befektetőként megjelenne Gerjenbe és részt venne a Paks 2 projektben, bármilyen módon. Gerjen és Paks között le fog rövidülni a távolság. Ez nem csak a tervezett 6 méter széles útnak, hanem az ilyen nagy közönséget vonzó kulturális programoknak is köszönhető. Erről Süri János Paks polgármestere beszélt az Erzsébet szállóban tartott táncbemutatón. Kívánok a két településnek annak érdekében sok sikert, hogy még hosszú jó együttműködés legyen, és ne csak kulturális együttműködésbe végződjön ez, hisz az is egy nagyon fontos, hogy népei megismerjék egymást, hanem gazdasági együttműködés, hisz Gerjen lehetőségei, de Pakson is olyan egyszemélyes függőség, hogy alapvetően csak az atomerőművel építkezünk, azt szeretnénk ebbe a 10 évbe áttörni. A program második napján a testvértelepülések vezetői megkoszorúzták Pakson a 6-os főút melletti, valamint a Jézus Szíve templom előtti parkban felállított katonai emlékműveket.